Köszöntöm a Space Ridge nézőit! Ebben a videómban a United Warriors setből azt a figurát fogom bemutatni, ami miatt lényegében annak idején megvásároltam ezt a szettet, ugyanis 8 évvel ezelőtt kétféle verziója jelent meg a Stuntikonoknak, ugye egyszer volt a Combinar Warsos, ami lényegében úgy nézett ki, hogy külön-külön kellett megvásárolni a csapat tagjait, ezzel még nem is volt baj, sőt, igazából még azt mondom, hogy ez egy pozitív tulajdonság, ha nem szedve vannak, viszont a figurák színezése sem olyan volt, mint a G1-es sorozatba, mondjuk még ezen is felül tudtam volna emelkedni, viszont azt már nem tudtam elfogadni, hogy a csapatnak nem volt a része Wild Rider. Helyette egy offroad nevű álcát kaptunk, ő került a stuntikonok közé, aki ráadásul terepjáróvál alakult, szóval nagyon-nagyon nem akartam, de szerencsére, és hála a nem is kellett elfogadnom azt a verziót, mert kiadták a United Warriors 02-es szettet, amiben az előbb említett hibákat már kijavították, és ebben a szedben már nyoma sem volt offroadnak, helyette kaptunk egy nagyon klassz Wild Rider figurát, azt mondom, nézzük is meg, nyissuk is az űrhidat. És egy kicsikét hosszúra sikerült bevezetés után itt is van a csapat utolsó tagja, aki még sportkocsivá alakul, Will Rider, akinek az admódja lényegében ugyanaz, mint Dead Endnek, de azért őt is érdemes megnézni közelebbről, kezdjünk is hozzá! Nézzük, nézzük is akkor gyorsan, hogy milyen a járműmódnak a gurulása, ami sajnos nem jó. Nem jó, srácok, pedig érdekes, mert ez a figura a több verzióban is megvan nekem, úgymond. De ennél a verziónál valamit elrontottak itt a melkos panelnél, vagy én tudom az enyémben, is, ami esetleg se lejtes ebből a verzióból, de ez a rész itt uh, leér neki. Tehát igazából az első kerekei nem akarnak gördülni rendesen, de még azt mondom, hogy a hátsók se teljesen. Minden esetre a polcon nézve jól néz ki, és akkor nézzük meg tényleg, hogy hogy néz ki. De ahogy Dedennél is mondtam nektek, nekem ez az altvód mindig nagyon tetszett, és ezért nem bánom, hogy ezt a, ennél a figuránál is elsütötték. Hát kimondottan tetszik srácok a járműmódnak a formája. Tehát annyira sportkocs, is tényleg egy, -egy olyan, olyan, ránéz az ember, és azt mondja, hogy hát igen, egy ilyet él, élőben el tudnék képzelni a, elképzelni a ház előtt. Na, de hát akkor nézzük, hogy mi az, ami tetszik. Először is nagyon-nagyon tetszik az eleje, tehát a maga a színezés az hibátlan, de a takárás figuráknál ez általában mindig nagyon igényes. Ez a fekete rész az elején, a grillrács, minden klassz, klasszak a lámpái, át a szimbólum, egyébként a fényezés az jól hozza g fényezés, ugye megvannak neki ezek a vörös ablakok körbe, vagy vörös szélvédők, nagyon-nagyon áramvonalas az autó, a hátsó lámpák megvannak festve, megvannak színezve, itt még erre adott a házbró, mostanában ugye annyira már nem, Hát a felnik azok hibátlanok, nagyon szépen néznek ki, és igazából még az alját tudom nektek megmutatni, de szerintem az ebben a módban nem annyira érdekes, tehát polcra rakva mindenképpen klassz, jó, hogy vannak neki visszapillantó tükrei, hát fegyver csatlakozatási lehetőség az pedig itt van nekünk a tetején, de esetleg akarjuk, akkor ide egy effektet is megpróbáltunk berőszakolni, de nem biztos, hogy ott marad. De hát amikor ez kijött, akkor még ugye nem foglalkoztak az effektekkel, viszont foglalkoztak a kiegészítőkkel, amiből kettő van a figurának. Az egyik, ez a letépet kipufogó, amit lényegében ilyen tomfaként is tudsz használni a figura. Hát ezt ide föl tudjuk rakni az oldalára, de ez sehogy nem néz ki, tehát igazából... Hát nézzétek, ehhez az autóhoz nem illik, ez egy kamionhoz illik. A másik pedig ez a fegyver, amiből ugye akár lehet nekünk menaszornak a lába, vagy menaszornak a keze, amit ide a tetejére tudunk fölrakni, de szerintem ezt egy vétek így megpakolni ezt a kocsit, mert teljesen elrontja a módját, tehát öö, jobb lett volna ehhez valami kisméretű elrejthető fegyver, úgyhogy azt mondom, tüntessük is erről a fegyvereket, és ha ez megvan, akkor pedig kezdjünk hozzá az összehasonlításhoz. És ha már összehasonlítás kapásból itt lennének a humánok, Dorothy és a mégis Power Masterünk, én azt mondom, hogy Dorothy az jobban élik ez a autó, de végül is ez se annyira rossz. De térjünk rá Optimusra és Jazzre, a Kingdom és a Studio szériából, és azt mondom, hogy nem rossz Jazzhez képest, Optimushoz képest nagy, de Jazzzel még szerintem elmegy. De jöjjön akkor egy viszonylag régiségnek számító, ugye a Univerzás szériából csatár, É, hát igen, ők szerintem egész jól mutatnak egymás mellett, mind a kettő sportautó, szerintem nem kell nagyon megmagyarázni, hogy miért nézem hozzá a figurát, hát igen, ez egy nagyon-nagyon igényes figura, tehát mindenképpen gondoltam, már itt az ideje, hogy elővegyem és megmutassam, ne, hogy ilyen is volt nektek, ilyen fokú igényesség, mert Hát erről az ember szinte elhinné, hogy tényleg ez nem egy, egy Transformers srácok, igazából, főleg a kapuk egy kis fókusz, hanem hogy tényleg úgy néz ki, mint valami burágós autó, főleg a teljesen összenyom az illesztéseket. Na, de nem erről az autóról van szó, hanem erről van szó, nézzük akkor! Meg saját magával, igazából, ugye korábban bemutatott uh, Legacy-szériából, ők így néznek ki egymás mellett. Hát azt mondom nektek, hogy ő azért nagyobb, tehát így, így látszik a kettő között. Viszont ez abszolút hozza a G1-es uh, kidolgozottságot nekünk, tehát ugye most róla van szó. Szóval azt mondom nektek, hogy ha G1-et keresitek, sőt, viszonylag olcsón akartok kijönni a dologból, akkor inkább ezt vegyétek meg. De ettől függetlenül, hogy ez nem G1-es, nekem baromira tetszik az altmódja, és akkor nézzük még meg, Dead Endel, aki ugye egy a társa neki, és lényegében a két figura ugyanaz, tehát így most lelövöm a poént, hogy csak a feje különbözik a két karakternek, de ettől függetlenül nagyon jól néznek ki egymás mellett, és tényleg jó őket látni a polcon, és azt mondom, hogy szerintem oké. Na, de ennyit az összehasonlításról. Most akkor pedig térjünk rá az átalakításra, ami lényegében egyszerű és jó. Tehát azt mondom nektek, hogy igazán játékra van kitalálva az átalakítás, de ez nem lebecsülendő, nem azért, mert hogy hű, de egyszerű, csak jó van kitalálva. Na, azzal kezdtük, hogy levettük róla a fegyvereket, bár megtörtént, ugye ezen már így lépjünk is túl, és utána pedig uh, szétnyitom neki itt az alját, tehát gyakorlatilag ez történt, ez volt a varázslat, hogy ez itt ezt itt kihajtottam, és utána pedig, miután ezt teljesen kihajtottam, nem állok meg egyszerűen, hogy kinyújtom a lábait, nem szorul, nem akad sehol, de ugyanakkor meg nem lötyök, tehát teljes mértékben jól működik. Na most ami lényeg, hogy van itt a térde alatt kettő darab vájat, mutatom nektek, ide kell visszahajtani ezek után ezt a kettő darab kiálló élt. Igazából, hogyha ezt nem tesszük, akkor szét fog neki nyílni a lába folyamatosan. De egyébként nem egy olyan fekete mágia, tehát ennyi, egyik be is akadt, nézzük a másikat, meg is van egy kis kattanás jelzi, hogy sikerrel jártam. Ezután elfordíthatom neki a derekát, és jöhet az, hogy itt ezt benyomom egy kicsit annyira, hogy ez így kinyíljon, és egyszerűen fogom és lehajtom ide ezt a, mi a szélvédő volt korábban. Ezután pedig annyi van, hogy kinyitom, neki, vagy kinyitom itt ezt a melkas és egyszerűen ezt ide így hátra hajtom, de még nem hajtom helyére, mert kényelmesebb vagy legalábbis könnyebb a karjait elhelyezni ilyenkor, amiknek lényegében így kell lennie nekünk. Ha ez megvan, akkor lehet az, hogy ide teszem ezt a panelt és ide beillesztem, itt van ez a kettő vájat, itt pedig ez a kettő kiállás. Uh, jó, ha ez a helyére került, akkor pedig lehozom neki a backpackét ide hátra, ami egész jól passzol, kihajtom a kezeit, és akkor kinyitom az egyik kézfejét, a másik kézfejét, ezután könnyékbe egy kicsit megtöröm, hogy még se úgy, hogy nagyon egyenes legyen a keze. És lényegében kész is, itt áll előttünk az utak réme Will Rider robot módba, hát akkor nézzük is meg közelebbről, kezdjük természetesen a fejével, ami egyébként az egyetlen része a figurának, ami egyedi, na meg a színezése, viszont az összes többi az ugyanaz, mint Dedennél, de viszont, viszont a feje az olyan, amilyennek kell lennie, mutatom is nektek közelebbről, Nézzétek meg, tényleg nagyon-nagyon el lett találva, tehát azt mondom, nagyon szépen ki van dolgozva az arca, megvan neki ezek a jellegzetes ilyen fül antennái, ami kimondottan egyedivé teszi az ő fejét, fölülről is még egész szépen így megvan csíkozva, és hátulról is ki van dolgozva, nem világít neki a szemed, de ki a francot érdekel, tehát eh, én mindig is jobban szeretem, hogyha nincs benne ez a kristályelem a fejükbe a figuráknak. Na, eh, viszont a karjaira rátérve, srácok, a karjai rendben vannak, abszolút rendben vannak, a színezés, nagyon jól eltalálták, eh, aprólékos mintázat, mindenhol nézzétek meg még itt a könyék is, stb. 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 Tehát abszolút rendben van. A melkas panelja tetszik, de hát Dedennél is tetszett, akkor nála miért ne nem mondjuk a színezés az eltér, de egyébként ugyanaz a panel, mint ahogy a lábai is ugyanazok, de moskosuljuk ezek a lábak is szerintem, a lábai is ugyanazok neki, és igazából hátulról is ugyanaz a hibája, talán, hogy van neki egy backpackje, de még nem azt mondom, hogy az annyira kimondottan a zavaró kategói. Tehát az egyensúlyban például nem zavarja a figurát, abszolút hibátlanul megáll. De nem, még nem állítjuk meg, megnézzük neki a mozgathatóságát. A fejét már így mutogattam, de azért mutatom, ennyire lehet körbe tekerni, utána itt megütközik a vála, de szerintem ennél jobban körbe tekerni, amúgy egészséges a fejüket. Üh, teljesen körbe lehet viszont tekerni a karját, mert egy gömbüzületen van, ideig tudjuk felhajtani, és ha akarjuk, akkor itt eltekerjük még a könyöke fölött. A könyökét ennyire lehet behajtani, a csuklóját nem lehet mozgatni. A derekát viszont körbe lehet tekerni, hogyha akarjuk. A spárga, miután gömbüzületekről van szó, megint csak hibátlanul megy a figurának. Előre, hátra, így ennyire. Térbe ennyire be lehet hajlítani, és ha kedvünk van, akkor itt egyszerűen körbe tekerhetjük a e, lábát is. Na, hát nagyjából megmozgattuk szerintem kellőképpen. Akkor nézzük meg a fegyvereivel. Először mutatom, amely szerintem jobb választás volt, ez a bot lényegében, amire mondtam, hogy akár ilyen tomfa képpen is a kezébe lehet neki rakni, akár így nyújtva, és akkor ütheti vele az autóbotok fejét, vagy pedig így. És ez egyébként nem rossz, tehát tényleg egy ilyen utcai huligánhoz kimondottan élék, amivel így szétveri az autóbotokat. A másik lehetőség ez a baromi nagy sugárvető, ugye amiből mondtam, hogy akár menaszornak lábat is, meg kezet is lehet csinálni. De az ő esetében ez elvileg egy ilyen nagy sugárvető. Hát srácok, ez még motormasterhez is nagy ez a fegyver. Na mindegy, hát ezt adták hozzá, ez van, ugye upgrade kitet lehet hozzá venni, ha valaki akarja, de én azt most nem fogok tudni nektek bemutatni, viszont meg tudjuk nézni a tár, előbb bemutatott alakváltókkal. Kezdjünk is hozzá. Elsőként persze a huánokkal, akikkel egész jól viszonyul méretre nézve szerintem. Nézzük akkor a következőket. Itt is van akkor a stáb két állandó tagja, ugye a Kingdomos Optimus és a Studio Serial Jazz, akik méretre nagyon jól viszonyulnak szerintem hozzá, de haladjunk is. Itt is lenne akkor az előbb látott csatár figura robot módban, ugye, ami azt mondom nektek, hogy minden IDW-s rajongónak szerintem kötelező darab a gyűjteménybe. Egyébként ennek a figurának a mérete olyan 13,5 cm, tehát igazából nem tér el a társaitól, de akkor térjünk rá, Korábban bemutatott Legends-is verziójára, amire azt mondom nektek, hogy ö, hát igen, mind a kettő jól néz ki. Ha G1-re vágytok, akkor inkább őt szerezzétek be. Ha meg ez a figura tetszik, akkor szerezzétek be. De ő jön, akkor nekünk még korábban bemutatott Dead End figura, ami lényegében ugyanaz, tehát ha megnézitek, akkor tényleg a fejüket leszámítva, minden részük teljesen más, de elsőre nem annyira szembetűnő, mert viszont a két figurának a fényezése az nagyon-nagyon sok helyen különbözik szerintem egymástól kapok egy kis fókuszt, akkor még látszani is fog. Ö, azt mondom nektek, hogy rendben vannak. Rendben vannak, és tényleg mocskos, hogy jól néz a kettő figura, tehát abszolút nem bánom, hogy ugyanazt az altmódot, ugyanazt a testet használták kétszer. Na, de ennyit akkor az összehasonlításról, és akkor most pedig itt az ideje, hogy összefoglaljam nektek a véleményemet erről a figuráról. Tehát akkor összességében nézve, ez egy ízig vérig akciófigura. Klasszul néz ki, jól mozgatható, gyorsan átalakítható, szóval ajánlom játékra, de gyűjtőknek is. A beszerzése viszont macerás és nem is olcsó, szóval lehet, hogy jobban jártok a Legends-is verzióval. hát igazából srácok, ezzel végére is értünk ennek a videómnak. Ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy lájkkal, like megtiszteljetek, a feliratkoznátok, és köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket. Sziasztok!